Derűlátó embereket kértünk arra, hogy mondják el itt a stúdióban, mi a derűlátásuk alapja, és hogyan lehet megőrizni ezt az állapotot. A derűlátás adomány? Vagy meg kellett küzdeni érte? Idestóval 10 évvel ezelőtti ez a történet. Frissen végeztem a Színi Akadémián, és a pályakezdő színésznő bátorságával egy nagyon neves színházhoz szerettem volna bekerülni, és elmentem egy meghallgatásra. És életem egyik legmegrázóbb emberi, színészi és női élménye számomra ez a szereplőválogatás, és ott akartam hagyni a pályát. Azt mondtam, hogy talán hívő emberként ez nem az én világom, vagy túlérzékeny vagyok, túlságosan mimóza lelkű ehhez a pályához. És milyen érdekes az isteni gondviselés, hogy pont a meghallgatás délutánján már mikrobuszba is ültem, hogy elmenjek Párciumba, egy gyermekotthonba, és meglátogassam az ott élő árvákat, félárvákat. És annyira érdekes, hogy teljesen megrendülten ültem buszba, és összedőlt a világ, és megláttam ezeket a csillogó szemű gyermekeket, és az ő ártatlan tekintetük, mosolyuk vízfényében átértékelődött az életem, és átértékelődtek a saját problémáim, nehézségeim. És az az ige jutott eszembe, ami azóta is az én derűlátásomnak a mottója, vagy az alapja, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Isten a legjobbat akarja a gyermekeinknek, nem csak a gyermekeinek, nem csak a sikerekkel, hanem a kudarcokkal, a nehézségekkel, a problémákkal is formál. Az a szándék, az a terve, hogy ezek által is többek legyünk. És úgy érzem, hogy ennek az igének a birtokában, hogy nem csak az agyam, hanem a szívem, a hitem is teljes mell- és válszélességgel emögött, az ige mögött áll, és értem, érzem a jelentését, sokkal nehezebb elviselni nem csak a mindennapi hullámvölgyeket, hullámhegyeket, hanem a szakmám nehézségeit vagy árnyoldalait is. És az a tudat, hogy Isten tenyerén, az ő puha tenyerén nem érhet bántódás. Az, hogyha ő becsuk egy ablakot vagy egy ajtót, másút mindig kinyit egy másikat, ez a bizonyosság ad erőt a mindennapokhoz, és a hivatáson őszinte, és sokszor már naív, és hitteli gyakorlásához.